Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, az elkövetkező fél órában komoly és könnyedebb témákkal várjuk Önöket. A mindössze 3 éves Horváth Dominik gyógyíthatatlan betegségben szenved. Szülei éppen ezért szeretnék minél több élménnyel megajándékozni, de ezek bizony pénzbe kerülnek. Éppen ezért néhány segítőkész ember összefogott és életre hívott egy jótékonysági focitornát, melynek bevételét felajánlották a szülőknek. Vendégeink itt a Fröccsben, Tulner Ildikó ennek a focitornának a főszervezője, és Horváthné Bihari Rita, Dominik édesanyja. Szerbusztok! Sziasztok! Sziasztok! Hát nem is tudom, hogy hol kezdjük. Először is beszélgessünk egy kicsit Dominikről. Mit lehet róla tudni? Dominik sajnos önnel a tavaly nyáron diagnosztizálták, hogy egy daganata van, amit sürgőséggel is kellett távolítani. Így Győrben meg is ejtették az operációt, Skalinszky doktor úr. Utána felkerültünk Pestre, kapott kemoterápiát, majd szeptemberben az emeli által 3 kemón után úgy tűnt, hogy minden rendben van, nincsenek semmilyen maradványok, rák, újabb daganat kialakulóban. Így akkor fel lett függesztve a kemoterápia, és folyamatosan kontrollokra jártunk, meg emelire 3 havonta, és sajnos júniusban kiderült nála emelinél, hogy a kisanynál ismételten többszörösen kiújult a daganat, és sajnos nem operálható, mert úgy alakultak ki, hogy ahhoz szinte az egész kisagyat ki kéne nekivenni, abba viszont a helyszínen belehalna. A doktor úr kezelés nélkül annak júniusban 2-3 hónapot mondott neki, de Pesten tájékoztattak, hogy a kemoterápiának már nem igazán van értelme, mert csak plusz fájdalom lenne neki. A sugárkezelés, mivel ennyire többszörösen kialakult, a erős sugárzás miatt agykárosodást okozna. Ugye a kezelősre egy gyógyszeres kezelésben egyeztünk meg, ami hát idézőjelben időhúzó. Blokkol a valamilyen szinten a daganatoknak a növekedését. Most jelen pillanatban itt tartunk, hál' Istennek eltelt 2 hónap, és még leszámítva azt, hogy szegényként elnézést migrénes lett, tehát a frontokat eléggé megérzi fájdalmakkal, azt leszámítva az állapota nem romlott neki. És voltak éppen számtalan jótékonysági kezdeményezéssel, meg hát segítőkész emberek által próbáltok Dominiknek élményeket biztosítani. Milyen élményeket? Tehát gyanítom, hogy nem űrutazásról van szó. Nem, tehát én nekem épp ezért segítségkérésem úgy szólt az emberek felé, hogy elsősorban én élményi támogatást szeretnék kérni az emberektől. Hál' Istennek nagyon sokan jelentkeztek nálam is, különböző programokon, a tűzoltóságnál, rendőrségnél. Annak idején voltunk repülni is, kis repülővel, akkor villamost vezetett, akkor kijutottunk egy kedves úrfelő ajánlásából, meg Várkonyi Attilának köszönhetően Disneylandben is. Ott az elég nagy volumen összefogás volt, és élvezte is. A Balatonnál jártunk, Velencén, majd még Debreceni Virágkarnevel, meg a Legógyár, még ami hátra van, akkor a Szerencsi Csoki Fesztivál, oda is volt, meg a Tiszatavi, milyen... Ökocentrum, igen, köszönöm. Hogyan kerültetek ti kapcsolatba a családdal? Ritájukat én az óvodából ismerem, mert a gyermekeink egy csoportban járnak, illetve hasonlókorú gyermekeim vannak, mint Rita gyermekei, és amikor én tudtam, hogy beteg Dominik, azt is tudtam, hogy volt neki ez a műtétje, és hát örültünk, hogy minden rendben van vele, majd amikor megtudtam, hogy a legújabb vizsgálatok alapján gyógyíthatatlan, akkor mindenképpen segíteni szerettem volna. Tehát az első gondolatom az volt, hogy akárhogyan is, de próbáljunk segíteni, vagy gyűjteni, támogatókat keresni. Aztán így a barátok segítségével körvonalazódott ennek a focikupának az ötlete, illetve segítők, támogatók, ismerősök, mindenki segített abban, hogy minél többen tudjanak erről az eseményről, minél több csapat jelentkezzen, és azt gondolom, hogy sikerült egy nagyobb összeget gyűjtenünk Ritáéknak, és remélem, hogy nem csak a bakancs listájához járulhatunk hozzá, hanem én személy szerint azt remélem, hogy talán a gyógyulásához segíti majd őket ez az összeg. Mekkora pontosan az összeg, szabad-e azt tudni? Mennyire voltak segítőkészek az emberek? Ugye nem csak a nevezési díjról beszélünk, hanem külön felajánlásokat is tettek csapatok, illetőleg, ha minden igaz, akkor volt tombola is.
így van. Több mint 700 ezer forint gyűlt össze, úgyhogy nem tudom, hogy mire elég, de szerintem, ha még biztos lesznek támogatások, akkor lehetséges, hogy akár egy gyógymódot, ha a Ritáék majd úgy is eldöntik, hogy mire szeretnék költeni, tehát talán azért a gyógyuláshoz is hozzásegíti őket ez az összeg. Dominik, egyébként mennyit fog fel a körülötte zajló dolgokból és a ti erőfeszítéseitekből? Amit úgy felfog, az a plusz élmény. Tehát amikor van egy program, és szikrát szóra szeme a boldogságtól, az örömtől, a meglepetéstől, én azt mondom, hogy ez úgymond minden pénzt megér. És nem hiába mondják azt, hogy ha az ember pozitívan áll a dolgokhoz, az sokkal többet segít minden orvosságnál. Persze ezek mellett ugye alternatív készítményeket is alkalmazunk. Hogy ez ugye, mit jelent, bocsánat? Hát több ember által van így energetikailag kezelve, akkor mellette ezeket a varga gyógygomba készítményeket alkalmazzuk, mert ugye annak idején rengetegen megkerestek különböző alternatív készítményekkel, és ugye minden nem lehet. Tehát megpróbáltunk, ez felelősség döntés volt, de muszáj voltunk dönteni valamelyik mellett, mert az idő sürget. És akkor mi ezek mellett maradtunk meg. Mi az az élmény, ami egyébként addig a legjobban tetszett neki? Hát Disneyland is nagyon tetszett neki, de mivel tipikus kisfiú, így a tűzoltóautó, a rendőrautó, a villamos, meg a repülés. Aki szeretne nektek segíteni és rajtatok segíteni, hogyan teheti meg, hogyan kereshet meg benneteket? A oldalamon, nem tudom mennyire, Facebook oldalamon, tehát abszolút. Nyugodtan, tehát bárki rám írhat. Ott megvan jelölve a telefonszámom, ha esetleg nem találja meg, akkor rám ír és elküldöm. Általában így szoktak az emberek megkeresni Facebookon keresztül, és akkor ugye általában akkor azáltal a telefonos beszélgetés is megvalósul, vagy a képességgel a Facebook megosztás által keres meg, ugye ott pedig szerepel a telefonszámom. Hoztatok magatokkal két meszt. Ezekre igen. Lehet licitálni? Ebben átadnám a szót Ildinek, mert ebbe ő az illetékes. Az egyik, hogyha minden igaz, akkor Hajszán Gyula van, a világúra, az igen, ő meze, a másik pedig fel. Egy Győri Audi Eto KC női kézilabda csapat, illetőleg a játékosok által aláírt mezt. Így van, az összes kézislány aláírta, ha minden igaz, a mezt, és majd a Vaterán lehet rá licitálni. Aha. Értem, mikor kezdődik ez a licit? Egy-két napon belül és meddig el fog kezdődni. Egy hónapot szerintem adunk a dolognak, hogy akit érdekel, lehetőséget kapjon, illetve hogy minél nagyobb összegen keljenek el. Hogyan lehet még bármiféle felajánlást tenni, akár rajtatok keresztül is? Van erre lehetőség? Hát a focitorna kapcsán szerintem még bárki megtalál engem is. Sok mindenkivel vettük fel a kapcsolatot. Illetve azt gondolom, hogy most már Ritát is nagyon sokan ismerik, tehát rajta keresztül is megtehetik. Érzi a kisfiú egyébként ezt az óriási szeretetet, amit kap az emberektől? Érzi, tehát mint minden gyerek, benne is megvan egy ideig a megtorpanás, de például Ildi is lett, amikor párom kihozta szombaton, miután felébredt, jókedvűen kis vagány módjára bebattyogott, és akkor köszönt, hogy szia anya. Tehát tudja azt, hogy hol fogadják szeretettel, hogy hol veszik körül a sok jó, pozitív gondolat, inkább így fogom, pozitív energia. Mert vannak olyan emberek, akik hiába könyörögnek neki, hogy gyere, szevasz, fújunk le, vagy agyé puszít, vagy köszönjé, nem hajlandó. Tehát hihetetlen, hogy ők mennyire érzik azt, hogy ki az, aki tiszta szívből őszintén fordul feléjük, és ki az, aki viszont esetleg nem igazán. Mint a gyerekek általában. Ez így van. Szerintem mi mindannyian, minden kollégám nevében rengeteg sok kitartást kívánunk nektek, meg azt, hogy sikerüljön ebből a bizonyos bakancs listából minél több mindent megvalósítani. Jó, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Ahogy arról már itt a Fröccsben is beszámoltunk, a napokban zajlott Győrben a művésztelep immár 46. alkalommal. A szervező Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum ezúttal is kreatív, kézműves otthonához szolgált az alkotóknak. Hogy milyen remek művek születtek, arról Szabó Márton és Szalai Zsolt mesél nekünk. Sziasztok! 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 Sziasztok.
46. alkalommal volt művésztelep Győrben. Mielőtt rátérnénk az alkotásokra és arra, hogy milyen kiállítás is született az idei művekből, egy picit beszéljünk a művésztelep hátteréről. 46 most már, ugye ez egy gyönyörű szám, de hogyan is indult ez a művésztelep? A 70-es évek második felétől győri képzőművészek, illetve rajztanárokban merült fel az az igény, hogy a tehetségüket jobban kamatoztathatnák, és nekében ezt a város már akkor felkarolta. Elég gyorsan nemzetközivé is vált ez a művésztelep. Többször cserélődött a szervezőgárda, a szervezés módja, tehát volt, amikor önkéntesen bárki jelentkezhetett, aztán egyre inkább most már az a jellemző, hogy meghívásos alapon működik a művésztelep, és évek óta 8-10-15 ember vesz részt Magyarországról, Győrből és nemzetközi helyekről a művésztelep munkájában, és igazából az az egyedülálló most is ebben a művésztelepben, hogy a belvárosban egy múzeumnak az épületeit, felszerelését, műtermeit használva alkothatnak a művészek. Azon túl, amit most felsoroltál, mi mindent tud kínálni a művésztelep, amit mondjuk otthon a művész magának nem teremthet meg? Hát kipróbálhat olyan technikákat, amihez esetleg nincsen felszerelése, illetve hát ad egy olyan inspiratív közeget, gondolom én itt a művész úrra pillantva, hogy a társaság nyújtotta, tehát a más művészek által nyújtott társaság, inspiráció, beszélgetések, egymás alkotási módjainak a megbeszélése akár nyújthat egy olyan töbletet, ami aztán az alkotásokban is megmutatkozik. Ez tényleg így van? Tényleg inspirálóan hatottatok egymásra? Igen, így van. Tehát itt az ember nem egyedül dolgozik otthon a saját műtermében, hanem tulajdonképpen ez egy közösség, és egymásra találunk, egymást inspiráljuk, és egymás mellett tanulunk meg dolgozni tulajdonképpen. Te ugye szobrászművész vagy. Szobrászművészként téged melyik más művészeti ág képviselője tudott leginkább inspirálni? Engem idén egy grafikus kollégám inspirált. Beledolgoztam együtt, Szarka Fedor Guido leginkább. Együtt dolgoztunk a Napóleon házban, és ő egy szobrászathoz kapcsolódó munkát készített, én meg én is szobrot készítettem a végén, de majdnem, hogy nem grafikai technikával. Az azt jelenti, hogy? Csináltam, illetve készítettem 3 gipszreliefet, és arra öntöttem papírt. Aha. És abból a végén pedig ebből a 3 gipszreliefből, illetve a róluk készített papírból készítettem egy origami technikával egy gömböt, egy kosudamát. Hogy kell elképzelni egy ilyen művésztelepet? Ez mondjuk ilyen napközis rendszerben zajlik, vagy bentlakásos, tehát akkor a 8-10 művész összeáll, magára zárja az ajtót, majd nem tudom, néhány nap múlva kinyitja, és akkor ott tele van remek műalkotásokkal. Vagy mindenki hazajár, aztán meg felültök a 8-as buszra, és eljöttök. Most ez kicsit bagatel, amit mondok, de a lényeget gondolom értitek. Na, hát inkább napközi jelleggel. Uh-huh. Ugyan voltak itt más városokból is művészek, sőt volt egy szlovák srác is, ők ugye itt laktak Győrben, illetve mindenki itt lakott ugye Győrben, de én győri vagyok, nekem napközi jelleg volt inkább, tehát reggel felkeltem, bejöttem, délután dolgoztam, este hazamentem. Világos. Interakcióra volt lehetőség, vagy van lehetőség a művésztelep keretein belül, és ezt most arra értem, hogy akik itt járnak, kelnek a városba, ők meglátogathatnak benneteket a múzeum épületeiben? Hogyne. Mindenképpen nyitottak voltak a kapuk, akik tudták, hogy van művésztelep, azok bátran jöttek és meglátogathattak bennünket. Volt is rá példa, hogy ugye én a Napóleon házban dolgoztam, és akik látták ott a kiállítást, minket is megnéztek, kérdezősködtek, érdeklődtek. Hogy mit kérdeztek? Mi lesz ez? Komolyan? Igen, ez mindig elhangzik ez a kérdés. Mennyire vagy művészember? Már olyan szempontból, hogy nem tudom, a különböző médiumokban azt a képet festik le egy-egy művész emberről, hogy bezárkózik magában, egyedül alkot, remete életet él, nem lehet hozzászólni. Mennyire zavarnak például az ilyenek, hogy mi lesz ebből? Attól függ, hogy a munka melyik stádiumában vagyok. Valamikor Aha. zavar, hogyha ott vannak, valamikor pedig nem. Valamikor élvezem a társaságot. Ez attól függ, hogy éppen gondolkodom róla, vagy már csinálom, és tudom, hogy mit fogok készíteni, és akkor simán csak dolgozom, nem kell gondolkodnom rajta túl sokat. Azt, hogy ez a művésztelep, ez nyitott kapus, ez tudatos?
Hirdetitek szándékosan, hogy itt meg lehet nézni az alkotókat? Hát igazából magát a kiállítást propagálja a múzeum, tehát akkor, amikor a készművek már láthatóak, de nyilvánvalóan a művészeknek is vannak kapcsolatai, meg hát a múzeumon belül is megfordulnak olyan emberek, akik esetleg bepillantanának a kulisszák mögé. Van esetleg szezonális koncepciója a művésztelepnek, ami adott esetben a tárlaton aztán megjelenik? Kell-e valami témaköré a művészeknek összpontosítaniuk? Tudtam, hogy nincs. Nem, nincs. Idén biztos, hogy nem volt. Tehát ilyenkor, amit otthon megálmodtál, alkotást, azt itt megvalósítod. Igen, én úgy jöttem ide, hogy nem tudom, hogy mit fogok csinálni, mert nem tudtam, nem álmodtam meg semmit, hanem úgy voltam vele, hogy ami inspiráció ér a 3 hét alatt, azt próbálom megvalósítani valamilyen. És ez eszközzel. Jön egyik napról a másikra? Igen, szerencsére. Nálam ilyen. Mi kell ehhez? Egész egyszerűen egy ilyen... Kreativizmus szerintem. Uh-huh. Meg hát nyilván az az idő, amit pont erre tudnak szánni, kiszakadva a esetleg más munkákból, az itt eltöltött 3 hét alatt egy mű, vagy több mű is akár elkészülhet. Ugye a művésztelepre való meghívás azért együtt jár azzal, hogy a művésztelepet egy kiállítás zárja, tehát ott be kell mutatni azokat az alkotásokat, amelyek a művésztelepen készültek. Világos. És na akkor térjünk rá egy kicsit erre. Mennyi és milyen művek készültek a művésztelepen? Lehet számszerűsíteni? 10-300? Tehát a 3-4 műalkotása készült szerintem egy művésznek, körülbelül, de valakinek szerintem több is, tehát hogy nem feltétlenül tudnám átni. Most egy a kiállítást pörgetem a fejemben, úgy igazából ez a szám jut eszembe, de nem is annyira a mennyiség a döntő, annyiban nyilván, hogy egy tárlatnyi anyag elkészítésre került, vagy megalkotódott, és hát elég vegyes, tehát vannak képek, tehát grafikai eljárással tényleg több kép készült, amelyek, meg vannak részkarcok például, tehát a vegyes technika dominált most, akár amit a Márton is mondott, hogy gipsznyomatokból lényegében aztán egy papír installációt, egy papír installációt készített, vagy a Sarka Fedor Guidónak a Noé bárkája című installációja elég zseniális, meg hát ugye ez a nyári hangulathoz alapvetően illik, mi akár a filmokán is, ugye, hogy a világos. Noé bárkája most, ha jól tudom, fut a mozikban, ez így kicsit van. Egy más jellegű történetileg, fügefa ágakból készítette egy bárkát, és a strandon talált gyermekjátékokat fújta le kvarchomokkal, és ezeket építette be a bárkába. Ez és van hangzik. Belógatva a Romer teremnek a közepére, de például a nyárba kevésbé illő, de mégis a világunkhoz jellemző módon közel álló gyári tájaknak, vagy hogy is mondjam, ilyen industriális tereknek, vagy nem tereknek, ahogy a művész fogalmazott. Tehát olyan épületeknek a számítógépes, nyomdatechnikai és grafikai eljárásokkal készült valami vegyes műfajú alkotása, mint például egy metró aluljáró vagy egy repülőtérnek a kiszolgáló pultja, amelyek szintén izgalmas irányát mutatják a mai képzőművészetnek. Marci, nekem ez a 3 hét alatt 3-4 műalkotás, ez olyan hát elég erőltetett menetnek tűnik, vagy legalábbis nagyon termékeny időszaknak. Jól látom én ezt? Vagy ez mindig így szokott működni, hogy 3 hét, és akkor 3 műkincs? Vagy műtárgy, bocsánat. Vagy művészeti alkotás. Inkább maradjunk művészeti alkotásnál. Szerintem nem erőltetett menet, de mondhatjuk termékenynek. Tehát így én sem szoktam minden héten elkészíteni egy új szobrot. Ezt akartam most kérdezni, hogy a hétköznapokon ez tehát hogy történik? Annyira hétköznapokon? Általában megrendelésre dolgozik az ember, vagy hogyha van szabad ideje, akkor pedig ugye a saját dolgait, tehát ugye a saját elképzeléseit próbálja megvalósítani. Tehát így nekem szerencsére a hobbim is ugye a szobrászat, ezért is örülök ennek, hogy szobrász lehetek, mert tulajdonképpen ezzel szórakoztatom magamat igazából. Ugye többször említettük azt, hogy gyakorlatilag a művésztelep egyik fő célja az, hogy ti művészek egymástól inspirációt nyerjetek. Ez mondjuk érzékelhető a
tárlatom? Tehát vannak mondjuk olyan motívumok, amelyek egyes műalkotásokban visszaköszönnek? Szerintem felfedezhető mindenképpen. Hogyha az ember jobban egy megnézi... Egy laikus számára meg... is? Biztosan. Szerintem és igen. A folytatásban, a művésztelep után esetlegesen ér annyi hatás, hogy megváltozik a művészeted? Vagy ez nagyon bagatell? Nem. Azért annyira nem töltöttünk sok időt együtt, hogy így az egész művészetem megváltozom. Uh-huh. Tehát igazából itt ezt úgy kell elképzelni, hogy nekem is van egy nem stílusom, hanem nem tudom, hogy valamilyen szobrokat szoktam készíteni, és akkor itt a befolyás, tehát így inkább igazából a nem is a technika, nem is a forma világ, hanem a mondani való egy. Uh-huh. Világos. Mettől meddig láthatjuk a műtárgyakat? Ugye július 14-től indult a művésztelep, és 3 héten át zajlott, és egyébként augusztus 2-től augusztus 31-ig látható a kiállítás a Győri Rómer teremben. Rendben, szerintem mindenképpen megnézzük. Hát mi arra inspiráljuk a nézőket akkor, hogy menjenek és nézzék meg. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. És köszönjük. Barokkvárosban barokk pompa, szerenád és csodás ceremónia. A 22. barokk esküvő összefoglalója következik. Tehát mielőtt elkezdődnek a nagy programok, a felvonulás, illetve a szerenád, melyet a vőlegény ad ma még menyasszonyának, hát az itt már történtek események, készülődött a város erre a 22. esküvőre. Cugman Zoltán ismertette a 2014-es barokk esküvő programjait péntek délután, valamint a hozzá kapcsolódó barokk kirakat verseny eredményhirdetését is felkonferálta a ceremóniamester. Az érdeklődőket Rajcsányi András, a Belvárosi Utcák Alapítvány alelnöke köszöntötte. A Bevásárló Utcák Alapítvány a győri most már 7 éve alakult azzal a céllal, hogy megőrizze a kereskedelmi hagyományokat és a hagyományos kereskedelmet Győr belvárosában. A kirakat verseny színvonalas volt, ügyes volt. Az alelnök beszédében egyúttal méltatta a versenyzőket. A 3 legcsodásabb kirakat pedig díjat, pontosabban kupát is kapott. Az idei versenyt a Barosúti Trend Optika nyerte. Ez pedig már a barokk jelmezes felvonulás. Kórhű jelmezbe öltözött hölgyek és urak, zenészek, táncosok és zászlóforgatók is részt vettek a menetben. A 3 napos barokk esküvő évről évre egyre több érdeklődőt vonz városunkba. Amióta átraktuk időpontilag szombaton estére a barokk esküvőt, így nagyon sokan jönnek Szlovákiából, illetve az ország különböző részéről, és egy hosszú hétvégét eltöltenek itt a városba, aminek tulajdonképpen a fő attrakciója szombat este a barokk esküvő, és kimutatható az, hogy az elmúlt években a vendégészakák száma nagyon megnőtt itt a városba, tehát óriási az érdeklődés a barokk esküvő után. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy marketinget raktunk e mögé, a programsorozat mögé, és hát ez kuriózumnak számít országos viszonylatban is, hiszen ezek a kosztümös rendezvények, illetve az, hogy visszarepülünk a korba, és bemutatjuk ennek a kornak a világát, és nekünk ez is a fontos, és feladatunk az, hogy a győrieknek, a győrbe látogatóknak, illetve a győrbe érő családoknak, gyerekeknek bemutassuk ezt a kort, szinte megpróbáljuk autentikusan bemutatni, és én azt gondolom, hogy évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a barokk rendezvények, illetve a 3 napos barokk esküvő iránt. Az érdeklődés nagyságát persze jelzi az is, hogy idén is több mint 200-an öltöztek jelmezbe. Mi meghirdettük a
hogy ki szeretne a barokk kor szokásainak megfelelően egy ilyen ceremónián részt venni, és van egy jelentkezett nyilvánvaló egy pár, ahol az egyik fél győri, a másik igazából nem, és ők vállalták ezt. Nagyon fontos az, hogy a szülők, a násznép vállalja a ceremóniával járó hát nehézségeket, mert azért ez próbákkal jár, ruhapróbákkal jár, tehát azért ez egy elfoglaltság, a médiának mindig rendelkezésükre kell, hogy álljanak, de én úgy látom, hogy ők nagyon élvezik ezt, és nagyon jól is csinálják. Na de honnan is indult a győri barokkláz? 1993-ban Európa barokk évének nyilvánította az Európa Tanács, és ebből az alkalommal Győr városa csatlakozott a rendelt felhíváshoz. A győri kulturális intézmények a profiljukba vágó programokkal készültek, és annak idején még a Győri Művészeti és Fesztivál Központot úgy hívták, hogy családi intézet, az elsősorban az esküvőket szervezte, és így adódott, hogy az általam készített forgatókönyv alapján ezt a rendezvényt megszervezzük. A városunk a barokk korban lett nagy, tulajdonképpen a kereskedelme révén, és hát azóta is tart a fejlődése. Barokk korban nőtte ki a városban a gyönyörű paloták, templomok, ez adja az alapot a rendezvényhez, hiszen egy természetes hátteret nyújt az itt sétáló barokk ruhás lányoknak, fiúknak, hölgyeknek. Péntek este nem maradhatott el a szerenád sem. Idén a vőlegény Varga Róbert egyenesen Olaszországból hívott előadókat, hogy méltóképpen üdvözölje leendő hitvesét. Az idei 22. barokkesküvő jegyespárja Varga Eszter hajadonleány Bács Szöllősről és Varga Róbert ifjú úr Győr városából köttetik össze a házasság szentségének kötelével. Szeretetünk és tiszteletünk jeléül kérem, köszöntse őket most taps és ováció. Szombaton aztán elérkezett a háromnapos kavalkád fénypontja, maga az esküvői ceremónia a 17. századi magyar főúri esküvők leírása alapján. Jézus neve dicsértessék! Zenész barátom kürtjének álljon meg csengése, és a sarkantyúknak is szűnjön meg pengése. Én vagyok a vőlegénynek a vőfélye, a násznagya tulajdonképpen, és tulajdonképpen hárman koordináljuk le ezt a barokk esküvőt igazából. A Rupnik Károly, aki a narrátor, és Máté Ricsi, aki pedig a mennyasszonynak a násznagya. Tulajdonképpen pont amikor idefele vonultunk a városházától, és mi nagyon-nagyon szeretjük ezt a vonulást, mert nagyon szeretünk ezekbe a barokk ruhákba pompázni, arról beszéltünk Ricsivel, hogy tulajdonképpen hiányozna is a nyarunkból, hogyha nem vehetnénk részt ezen a rendezvényen. A boldogító igen kimondásáig hosszú, de egyúttal megható út vezetett. Kijelenti el önök Varga Eszter, hogy az itt jelenlévő Varga Róberttel házasságot kötött. Igen. Kijelenti. Kijelenti el önök Varga Róbert, hogy az itt jelenlévő Varga Eszterrel házasságot kötött. Igen. Mint a város illetékes előjárója,
megállapítom, hogy Varga Róbert és Varga Eszter polgári törvénykönyv családjogi szabályai értelmében házastársak. A NASZ név főszereplői az ifjú párról elismerően nyilatkoztak, hiszen a szerelmesek az esküvőt megelőző próba folyamat alatt is helytálltak. Nagyon szimpatikusak voltak, ezt lehetett talán az igeneknek a határozottságából is kivenni, hiszen ahogy a Balázs is említette, ugye egy délelőttünk van nagyjából, hogy mi ekkor találkozunk velük először. Hála Isten évről évre később volt, hogy reggel 8-kor volt a próba, tavaly 9-kor, idén már csak 9:30-re kellett jönni, ami nagyon jól hangzott, és tényleg az volt, hogy szépen, lassan, nyugodtan végigmegyünk velük egyszer az egész folyamaton, hogy tényleg, hogy mit kell, hogy ez egy kicsikét barokkosabb legyen, hogy hogyan legyen elegánsabb a dolog. Borzasztóan fogékonyak voltak, színész szóval mondva instrukcióérzékenyek is voltak erre az egész dologra. Biztos, ami biztos, mivel azért nekik új, mi beismételtük azért még egyszer ezt az egész dolgot, úgyhogy így szerintem remekül érezték magukat, és remélem, hogy ez egy felejthetetlen emlék lesz nekik. A ceremónia végén rizs helyett gyönyörű Swarovski kristályok repültek a magasba. A menyasszony és a vőlegény egyaránt úgy fogalmazott televíziónknak, hogy ezt az élményt soha nem felejtik el, hiszen a nagy nap valóban különlegesre sikerült. Nagyon megható volt, nagyon szép volt, különleges volt, amiről én álmodtam, teljesült a vágyam, és nagyon köszönöm. Igazából a párom mesélt erről, és nekem nagyon megtetszett, én már tavaly is nézegettem, de akkor nem jött még úgy össze, illetve lánykérésem történt még, amikor én néztem, és a lánykérés után felvetettem neki, hogy mit szólna hozzá. Ő nagy esküvőt szeretett volna, én meg különlegeset. Aztán így jelentkeztünk. Ezt az érzést ezt nem lehet elmondani. Én azt gondolom, hogy ezt aki teheti, élje át. És azt javasolom mindenkinek, hogy jelentkezzen, és legyen szerencséjük, és válasszák ki őket. Nagyon jó választás volt, és egy csodálatos előadást láthattunk, amit igazán megérdemel a menyasszony, most már asszony. A közeljövőben mindenképpen szeretnénk kicsit pihenni, kicsit nyugodt körülmények között csak kettesben lenni. Köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak, tegyék ezt holnap is, hiszen szerdán is friss fröccsel várjuk Önöket itt a Győr Pluszon. Szép estét és további kellemes tévézést a viszontlátásra. A viszontlátásra. Műsorunk helyszínét a Páfi étterem biztosította. Jó étterem több is van Győrben, de igazi kulináris találkahely. Csak egy. A Páfi. Adrián sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső-belső szépség összhangra talál. Műsorvezetőink öltözetét a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította. Péter frizuráját a Vili New Style készítette. Lép ki a hétköznapokból!